A téli időszakban 120-130 fővel üzemel a Bokréta úti éjjeli menedékhely. A hajléktalan ellátásba való bekerülés feltétele, hogy a kliens rendelkezzen érvényes tüdőszűrő igazolással, így kap fekhelyet a szálláson. Köztudott, hogy a hajléktalanok egészségi állapota rossz, sokszor a téli mínuszok áldozatokat is szednek, a lábadozó szobák most is teljes kapacitással működnek. Számunkra is nagy feladat a téli időszakban, hogy ez a lábadozó ellátás sikeresen működjön. Ez abban segíti őket, hogy a kinti tél bent fűtött helyen, napi háromszor étkezéssel, az ehhez szükséges gyógyszerrel és kötszerrel tudjuk segíteni őket a bentlakásban. Nyíregyházán és térségében 400 hajléktalan él, vannak, akik nem veszik rendszeresen igénybe az éjjeli menedékhely nyújtotta segítséget. Szoros az együttműködés az utcai szolgáltal a periférő egyesülettel, akikkel közösen azon dolgozunk, hogy minden kinti hajléktalan szemét úgymond rá tudjunk menni arra, hogy itt ez a szolgáltatás, és biztonságos helyen tudja eltölteni az éjszakáit. Ehhez megfelelően kinti lakókonténerekben is történik elhelyezés, igazodva ahhoz, hogy az utcán élő hajléktalanoknak kicsit másabb az igényszintjük, és úgymond a kinti lakókonténerben szívesebben töltik el az éjszakát. Az oltalom szeretett szolgálat sajtótájékoztatóján elhangzott az is, a napi teendőiken túl az éjszakai szállásbiztosítás, mosás, tisztálkodási lehetőség biztosítása, szociális ügyintézés, a téli időszakban minden nap zsíros kenyeret, meleg teát is osztanak a rászorulóknak.